Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Veszprémben rendezték a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny 2017-es díjátadóján, amelyen miniszterelnöki díjat kapott Székesfehérvár. Ugye a kedves nézőink, mindnyáján tudjuk, hogy a város már sok-sok éve részt vesz ezen a versenyen, és hát számtalan díjban részesült, ugyanakkor miniszterelnöki külön díjban még soha nem részesült Székesfehérvár. Vendégem pedig Spanyárné Halász Szilvia főkertész, akinek nagyon sokat, és munkatársainak, akik nagyon sokat köszönhetünk. Mielőtt beszélgetnénk, hadd olvassam fel miniszterelnök úr levelét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, minden nemzet életét meghatározza, hogy az egymást követő nemzedékek mennyire tisztelik a múltjukat, és hogyan gondolnak a jövőről, mennyire óvják az őseik által megteremtett értékeket, és hogyan teszik korszerűbbé, szebbé és ezáltal élhetőbbé közvetlen környezetüket. Úgy tartják, ott van otthon az ember, ahol nagyapja ültette almafának a gyümölcsét, eszi, és fát ültetve unokáira gondol. A Virágos Magyarország környezetszépítő verseny már több mint két évtizede épp azt szeretné elérni, hogy ne csak otthon érezzük magunkat a hazánkban, hanem folyamatosan építsük, szépítsük is azt. Mindannyiunk nevében szeretném megköszönni a szervezőknek és az induló települések polgárainak, hogy kezük munkája nyomán 2017-ben is a szép és rendezett környezet örömével ajándékozták meg honfitársaikat és a Magyarországra látogatókat. Engedjék meg, hogy az idei verseny díjazottjainak ezúton gratuláljak, és valamennyi résztvevő településnek azt kívánjam, hogy sokáig őrizzék meg virágos életszemléletüket. Kelt Budapesten 2017. november 15-én, tisztelettel Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Azt hiszem, hogy ez a levél is bizonyítja, hogy Székesfehérvár élen jár ebben is, jó fehérvárinak lenni. Ugye ezt már megbeszéltük mi Szilvi számtalanszor, és jó körülnézni a városban. De hogy hogyan juthattunk el eddig, az nagyon fontos, hogy egy kicsit tekintsünk vissza. Legalábbis a mostani esztendőre, hiszen tematikus munka zajlik. Főkertészként ugye azt még tegyük hozzá, hogy a Virágos Magyarország régiós vezetőjeként is tevékenykedsz, és azt hiszem, hogy így van rálátásod, hogy mennyit fejlődött, amióta ezt a mozgalmat meghirdették, az egyes települések struktúrája a tekintetben, hogy mennyire figyelnek oda, hogy valóban virágos legyen az a település, élhető és szép környezet. Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélgethetünk a díj kapcsán is, ami nagyon nagy megtiszteltetés szerintem városunknak, kollégáimnak és mindenkinek, aki ebben részt vett ebbe a munkába. Hogy egy kicsit tényleg nézzük át, tekintsünk vissza, hogy mi mindent tettünk az elmúlt években, hiszen erre a díjra Fehérváron kívül nagyon-nagyon sokan pályáztak. Idén több mint 300 település jelentkezett, ami azt jelenti, és ennek nagyon örülök, mint régió vezető, hogy azt tapasztaltuk ebbe az évbe, hogy ez most már valóban mozgalom, már kezd kialakulni ez a verseny, egyre több polgármester úr és asszony úgy gondolja, hogy jó ez a program, megismerve a bírálati szempontokat, hiszen ez szerint kell mindenkinek felkészülni. Úgy érzik, hogy érdemes ebbe részt venni, ebbe a programba, ebbe a versenybe, és hát igen, verseny is, mert vannak díjak, de én azt gondolom, hogy bárki, aki részt vesz ebbe a versenybe, az valahogy győztes, mert biztos, hogy szebb lesz abban az évben, amikor várja a zsűrit a település, hiszen odafigyel. Amiben előre jutottunk az, hogy én azt gondolom az elmúlt években, hogy nagyon részletes bírálati szempontot sikerült kialakítani, megismertetni a település vezetőivel, hogy amikor a versenyre jelentkeznek, akkor tudják azt, hogy mi mindent kell bemutatni. Hát mi is kollégáimmal úgy készülünk, hogy egy egész napos zsűrizési napra tervezzük be percre pontosan a programot, amiben nagyon sok bírálati szempontot kell bemutatni. Tehát mindig az idő a legnehezebb. Úgy próbáljuk ezt a bemutatkozást még hatékonyabbá tenni, hogy kialakítottunk egy zsűri segítő kérdőívet. Ezt megkapják már a települések akkor, amikor jelentkeznek.
Általában márciusban indítjuk el a versenyt, a mozgalmat, és mire megérkezik a zsűri, hozzánk június 8-án érkezett, addigra el kell készülni ennek a, mondom, ez a neve, hogy zsűri segítő adatlapnak, amiben aztán mindenki részt vesz, akihez szólnak ezek a kérdések, kitölti az adatlapot, és minden településről így az odaérkező zsűrinek van egy rálátása. Tehát tiszta és világos ez, igen, az egész történet. Igen, és hát ami megváltozott az elmúlt években, ennek nagyon-nagyon fontos oka az, hogy a nyertes település, most ebben az évben Veszprém lesz és Lajoskomárom, következő évben már a nemzetközi zsűrit kell fogadnia, tehát kellett arra figyelnünk, hogy a magyar bírálati szempontok minél jobban közeledjenek a nemzetközi bírálati szempontokhoz. Nem véletlen, hogy most már egyre több időt töltünk a zsűrizés során is, közösségi kerteket látogatunk, most is ez történt a zsűrivel. Megnézzük, hogy óvodák, iskolákban hogyan történik a környezettudatos nevelés, hiszen ez a bírálati szempontnál is fontos. És azt is, hogy kik vesznek részt a város környezetének a szépítésében. Ma már nem csak a városgondokság szépíti a közterületeket, hanem sikerült egy olyan jó programot találni a polgármester úrnak, a város szépítő programot, ami mutatja a számok, hiszen ebben az évben 919 pályázó volt, hogy sikerült megszólítani a lakosságot, hogy vegyenek ők is részt a környezetük szépítésébe, hogy ők is érezzék azt, hogy tehetnek valamit. És azt gondolom, hogy ez a programunk is egy átadható jó program. Nagyon örülök annak, hogy sok település is úgy érzi, hogy tényleg jó ez a program, és átvette tőlünk. Erre nagyon büszkék vagyunk, és arra is, hogy egyre többen aktívabban szépítik az ablakaikat, kiskertjeiket. Tehát a civilek, a lakosság bevonása, az étterem tulajdonosok, tehát mindenki, aki tehet valamit, ezeket az embereket kell megszólítani, és a zsűrizési nap során ezeket ellenőrzik a zsűri tagok, hogy áll ilyen téren is a város. No, nagyon fontos, amit mondtál, hiszen júniusban volt szerencsénk vendégül látni egy Székesfehérváron, és mi magunk is, Anton Schlaus itt volt ugye a nemzetközi tag, Csemez Attila a szervezőbizottság új elnöke, Bocsi Andrea, mint nemzeti koordinátor. Ugye sikerült megnyernetek Borbás Marcsit, hiszen ő azért hát nagyon figyel erre. Ez nagy meglepetés volt, megmondom őszintén, mert májusban lett Borbás Marcsi megválasztva a magyarországi fővédnöknek, hiszen Kuncénél Fellegi Katalin 21 év után visszavonult, és az, hogy hozzánk jön el Fehérvára zsűrizni, hogy megtekintse, milyen egy zsűrizés, ez számunkra is meglepetés volt. De utólag azt mondom, hogy nagyon örülök ennek, mert forgatós stábbal jött, és talán tizenvalahány ezeren nézték meg azokat a filmeket, amit a zsűrizés napról készítettek Fehérvárról. Úgyhogy nagyon jól népszerűsítette azt, hogy nálunk itt éppen milyen munka folyik, megismerkedhetett így közelebbről a zsűrizési kritériumokkal, egy zsűrizési nappal, és köszönhetően ezeknek a riportoknak már jöttek utána nem sokkal Tatabányáról megnézni a csónakázó tavunkat, ami külön kiemelte a szakmai zsűri ide. Marcsi szeretné való személyiség, ezt tudjuk régről, és ugye vendégünk volt Bocsi Andrea, aki szintén nagyon sokat segített, és mindig elismerően beszél arról. Dunaújvárosi lány lévén ez nem is csoda, hiszen azért Székesfehérvár és Dunaújváros között ilyen értelemben nem volt kapcsolat, de azért tudjuk, hogy egy iparváros mindig más, mint egy történelmi főváros, és más lehetőségekkel bír. És ha már egyszer elkezdtük ugye a csónakázótól, én előtte, mielőtt végigmennénk azokon a csodákon, amelyeket sikerült ebben az esztendőben is megvalósítani, hiszen ez egy folyamat része volt. Először beszélünk arról, hogy ugye tudjuk, hogy ez az 50 ezernél nagyobb lélekszámmal rendelkező városok versenyében indul Székesfehérvár, és mint ilyen, különleges helyzetben van. Mégpedig azért a mi városunk, mi
büszkén valljuk, hogy történelmi királyi koronázóváros ennek megfelelő belvárossal. Ugyanakkor ipari központ, most néztem egyébként ugye a harmadik leggyorsabban fejlődő GDP rendben említjük ezt, ipari központ Magyarországon, az ennek megfelelő infrastruktúrával. Na most, és ráadásul van kertvárosi övezetünk is természetesen, vagyis rendkívül nehéz feladat meghatározni, hogy melyik városrészhez milyen kertszépítő munka, illetve növények illenek. Ehhez hogy fogtok hozzá? Hát részben tanácsot adunk, nagyon sokszor konzultálunk képviselőkkel, akik közvetítik a lakók kérését, de mi is például a városépítő programba felajánlottuk, hogy szakmai tanácsot adunk abban, hogy hogyan ültessék be a házuk előtt levő kis kertet, családi házaknál ugye van, ahol ez egészen komoly zöld felület, azért, hogy ne csak füves terület legyen, hanem be lehessen ültetni növényekkel. Úgyhogy a Városgondnokság azt gondolom, hogy ellát egy olyan feladatot, hogy bárki hozzánk fordul segítségért, ebben segítünk. Ha most idén például bemutattuk a Szentsebestyén Park felújítását, ez is nyilván úgy készült, hogy ennek a felújítása, hogy képviselő úr, Földi Zoltán képviselő közvetítette azt, hogy mit szeretne megvalósítani, ő nagyon jól ismerte azt, hogy az ott élőknek mi lenne a szép, mi az, ami tetszene neki, és akkor megindul a tervezés, az egyeztetés. Ma már figyelünk arra, hogy egy-egy parknak legyen üzenete, ennek a parknak is a növények tervezésénél figyeltem arra, hogy mégiscsak ez a Szentsebestyén Park, valahogy a növénykiültetések is ezért lettek ilyen nyílformájú beültetések növényekből, vagy pedig hát ugye egy templom előtti területről van szó, a virágágyak formája kereszt alakú. Úgyhogy ezek a tervezések így zajlanak, de szerencsére ebben az évben is sikerült a körforgalmakat tovább fejleszteni, elkészült a Székelykapu környezetének a beültetése, ez megint egy új egyedi tervezés, itt már megjelennek egyre dominánsabban az évelő növények. Ez, ahogy említettem, kicsit közelít a nemzetközi trendhez, hiszen az egynyáriak jelenléte csak ott, ahol nagyon indokolt, ott megengedhető, mert nagyon drága, ha minden évben újra kell telepíteni, minden évben újra meg kell venni, és ma már a fenntarthatóság és a költség, a jelentős költség megtakarítás miatt egyre több helyen ültetünk virágzó cserjéket, erre nagyon jó példákat tudtunk most is mutatni a körforgalmainkkal, ami már azt gondolom, hogy az elmúlt évek eredménye és az elmúlt 10 évben ebben nagyot léptünk, és az abban is, hogy kritikusan átgondoltuk a zöld felületeinknek a minőségét. Ebben az évben láthatóan javult a fenntartás színvonala, sokkal kevesebb a bejelent a panasz, szinte megszűntek, a kollégák minőségi munkája, a parkok fenntartása is javult. Ezt azok mondják, akik többször ide látogatnak, és össze tudják hasonlítani, hogy egy pozitív folyamatnak a részesei vagyunk. Ez nem a mi véleményünk, mert természetesen mi a kollégáimmal arra törekszünk, hogy mindig jobb és jobb munkát végezzünk, de örülünk annak az elismerő dicséretnek, amikor azt mondják, hogy jaj, de jó, és átveszik a példáinkat. Tehát a legnagyobb dicséret az, amikor egy-egy konferencián azt mondják, hogy ezt mondjátok már el, hogy csináltátok, átveszik az ötletet. Tehát a zsűrizés is egy tapasztalatátadás, hiszen a zsűritagok, akik meglátogatják a települést, ők is átadják a tapasztalataikat. Mi is megfogadjuk a kritikákat, és így tud azt hiszem az egész ország látványosan fejlődni. Így kerek egyetértek. Visszatérve a Székelykaphoz, igen, tehát városokat járó ember lévén azért látjuk, hogy milyen jó valahova megérkezni. Igen. Korán sem mindegy, hogy most, tehát Úrhida Szabadbattyán polgárdi felől érkezőket mi fogadja.
tehát ebben abszolút egyetértek. És folytassuk innét, mégpedig ismét felolvasok, mégpedig Boza István a díjjal kapcsolatos gondolatsorát, mert ez egy fontos gondolatsor. Évek óta készülünk arra, hogy a város nemzetközi megmérettetésben is indulhasson, mondja ő. Úgy érezzük, hogy a Sóstó természetvédelmi terület rehabilitációja után lehet nemzetközi szinten is méltó módon képviselni Magyarországot, de még mennyire így van. A legfontosabb viszont az, folytatja, hogy a díj egyfajta visszaigazolás annak a közterületi munkának, amelyet Spanyárné Halász Szilvia főkertész és csapata végez évről évre. Szinte elvarázsolta a zsűrit a nemrégiben megújult csónakázótó környéke, ami Európa bármely városában megállna a helyét, így van, és hamarosan a ligetsor felújításának végén egységben a Bregyóval egy ékszerdoboza lesz Székesfehérvárnak, és gyorsan hozzáteszem, hogy Magyarországnak is. Igen. Tehát kezdjük akkor, sorba menjünk, jó? Hiszen először is a csónakázótó környéke, azt hiszem ez régóta vágyott történet, beleértve a Koronás Parkot természetesen, és beleértve a ligetet. Igen, így van, ez egy egység, én úgy gondolom, és a zsűri ezt körbesétálta, bement a Rózsaligetbe, és végül a Koronás Parkba fejezte be a bejárást. Anton Schlauszt meghívta Bocsi Andrea, ugye ő Magyarországot képviseli a külföldön is, mint board member, mint fővédnök, és hát ugye nyilván ápolja a kapcsolatot a többi nemzetközi zsűritaggal, és úgy gondolta, hogy érdekelni, meghívja, és érdekli a véleménye, és amikor ő nyilatkozott, ő azt mondta, hogy fantasztikus, értékes vizes területeink vannak, mintha Hollandiában lennék, tehát ezt ő fogalmazta meg, hogy mint a Hollandiába érezné magát, hiszen a csatornáink, akkor ő már látta a palotavárosi tavakat, a csónakázótónál ugye sétáltunk, de láttuk a Bregyó melletti tavat, tehát ezek fantasztikus értékeink. Utána jöttek el hozzánk Tatabányára, tapasztalatcserére, hiszen ő náluk is van egy hasonló méretű tó, hogy milyen jó kis rekreációs központunk van. Egyik helyről át lehet sétálni a másikra. Családoknak kiváló elfoglaltság, program, a játszóparkunk azért megint csak azt mondhatjuk, hogy európai szintű, hogy van mire büszkék lennünk, és nagy szerencse, hogy ezek mind együtt vannak. Tehát valóban úgy jelöltük meg ezt az állomást, hogy itt végig sétálva ezt az útvonalat, egy nagyon kellemes időtöltést lehet nagyon kellemes időt lehet eltölteni egy családnak, különböző korosztálynak. Ez nagyon tetszett a zsűritagoknak, és akkor éppen, amikor ott itt voltak a Tóparti gimnáziumnak a tanulói is a csónakba ültek, látták, hogy milyen jó lehet ezt használni, akár szünetbe is kimehetnek. Tehát rengeteg jó ötletet láttak tőlünk, ami biztos vagyok benne, hogy követhető jó példa. És visszatérve a Sóstóra, valóban Sóstó már évek óta érdekelte a zsűritagokat, most úgy döntöttünk, hogy a helyszínhez közel tartotta meg alpolgármester úr, Mészáros Attila alpolgármester a prezentációját, egy kicsit közelebb vittük a zsűritagokat, és hát reményeink szerint, ha kész lesz, akkor valóban egy olyan fantasztikus helyet fogunk tudni bemutatni a nemzetközi zsűritagoknak, ami Európába is párját ritkítja. Tehát az a célunk, hogy majd szeretnénk a nemzetközi versenybe részt venni. Egyik számunkra felállított cél és kritérium, hogy a Sóstó kész legyen, hiszen ilyen a nemzetközi zsűrinek is egy bejárási útvonalat kell összeállítanunk, és nagy szerencsénk van, hogy ez a Sóstó ennyire közel van bent a városba, úgyhogy mindenképpen egy fontos állomás tehát lesz remek majd az gondolatok és nagyszerű megvalósítás, és ugyan már ejtettünk szót azokról a csapatodon kívül, akik ebben a munkában segítenek, de azt hiszem, hogy nem árt még egyszer megidézni, felidézni, hogy nagyon sokat segítenek a kertbarátok egyik oldalról. Igen. A polgárok, tehát az ott élők, a különböző település részen élők,
és nagyon sokat segítenek az óvisok és az iskolások. Beszéljünk azokról, a töpörtyükről, akiket nagyon jó volt látni, tehát megható történet, ez annyi szent. Igen, a évek óta van egy olyan közös programunk az Arany János iskolával, hogy kijönnek bátran közterületre az év bármely időszakába, akár egynyárit ültetünk, akár növényt telepítünk, akár a napi parfenntartási munkákat végezzük. Már úgy hívjuk a piac téren a Várkapu parkot, hogy esélyek kertje, hiszen ide nem csak az aranyás iskoláknak a tanulói jönnek, hanem más iskolákból is hívnak mindig, minden évben gyerekeket, és 3 napig egy programunk van, ahol a mi városgondnokság dolgozói együtt dolgoznak az aranyás iskolával. Erre azért is vagyok büszke, mert a Virágos Magyarország honlapján ez a program fönn van, mint szintén egy követendő jó példa, és minden évben megkapta azt a lehetőséget Fehérvár, hogy adhat egy díjat a díjkiosztó ünnepségen, ahol hasonló munkát díjazunk, és oklevelet is kap az, aki ezt megeléri, mint ami Fehérváron van. Tehát úgy érezzük, hogy felfigyeltek erre a lehetőségre, nagyon sok város, nagyon sok kisebb falu is, hogy közösen kell a környezetünket szépíteni. Teljesen mindegy, hogy valaki milyen egészségi állapotban van, hiszen valamit csak tud tenni, hogyha szeretne, és az Aranyás iskolába folyó oktatás az számomra egy egészen különleges oktatás. Az onnan kikerülő gyerekek könnyen beilleszkednek, például nálunk is dolgoznak a városgondnokságon. Olyan szeretetteljes légkörből jönnek, hogy nem csak a szaktudást sajátítják el, hanem olyan viselkedésformát, ami például a városgondnokságon, ahol sokan dolgozunk, és egymásra figyelve kell dolgoznunk, nem okoz semmi problémát. Ez a jövő, nincs kétségem felőle. Minden verseny vége, minden zsűrizés, minden díjátadás a következő verseny kezdete, ezt tudjuk régről. Nosi, azt hiszem, hogy lesz dolgotok bőven, hiszen egyik oldalról egy megmérettetés, nagyon jó, hogy ez a díj, hiszen ezt időközben megmutatom, ez a miniszterelnöki díj, és itt egy oklevél is a kezemben, a Magyar Turisztikai Ügynökség oklevele a környezet szépítő versenyben. Nos, ez a csónakázótóra vonatkozik egyéb iránt, és lesz dolgotok bőven. Tehát én ehhez kívánok erőt, egészséget az egész csapatodnak, valamennyi Székesfehérváron a környezetünk szépségéért dolgozó embernek. Hát mostanság nem sok mindent lehet tennünk, hiszen itt van advent, és boldogságos szép napokat a várakozás ünnepe előtt is mindenjatoknak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy beszámolhatunk az eredményekről. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, ennek apropója pedig az volt, hogy Magyarország miniszterelnöke miniszterelnöki díjban részesítette Székesfehérvár megyei jogú várost. Város kategóriában a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny 2017-es megmérettetésen zöld területeinek magas szintű tervezettsége, kiváló minősége, változatossága és kreatív megvalósítása elismeréseként. Legyünk büszkék! Köszönöm szépen, minden jót kívánok, viszontlátásra!